Az ülésen a képviselők elfogadták azt az előterjesztést, mely a közgyűlés elnökének, illetve alelnökeinek tiszteletdíjáról szól. Arról, hogy ez pontosan mekkora lesz, a kormány döntött korábban. Az MSZP Békés megyei elnöke szerint az új fizetések aránytalanul magasak, ami egyszerűen vérlázító, főleg ha összeveti a kis települések polgármestereinek juttatásaival. A sajtótájékoztató másik témája a közgyűlés utáni területfejlesztési bizottsági ülés volt. Itt a topos pályázatokról döntöttek a képviselők. Pontos információt a támogatott pályázatokról nem tudunk, hiszen a döntések meghozatala előtt titoktartó nyilatkozatokat kellett aláírni a tagoknak. Magam is csodálkoztam, hogy egy nagyon komoly, mindennel megfenyegetett titoktartási nyilatkozatot kellett a bizottság ülés előtt aláírni. Én el is mondtam, hogy nyilván aláírom, mert különben nem tudtam volna részt venni a munkába, de nem értek vele egyet, hisz az uniós pénzek közpénzek, erre a pályázati kör önkormányzatok pályázhatnak, kötelező önkormányzati feladat ellátására nagy részt. Tehát igazából nem tudom, milyen indoka van annak, hogy azt legyen titokba, hogy mely településen az orvosi rendelőt, a szociális otthont, vagy éppen a polgármesteri hivatalt, vagy az önkormányzati hivatalt újítják föl. Varga Zoltán szerint a kormány azért tartja titokban a pályázatokkal kapcsolatos információkat, hogy szakmai döntések helyett politikai döntéseket hozzanak. Biztos, hogy politikai döntések fognak születni. Én nagyon picit szeretnék, ugye hosszú évekig voltam a regionális tanács elnöke. Nálunk ez a dolog úgy működött, hogy amikor még voltak az ügynökségek szakemberei készítették elő a szakmai értékelést, és a szakmai értékelések birtokában került a regionális tanács elé. Én nem mondom, mert nem vagyok annyira naív, hogy ne gondoljam azt, hogy a mi időnk alapján nem születtek politikai döntések. Persze, hogy születtek, de annak a birtokába születtek, hogy tudtam, hogy a pályázatnak mi a szakmai értéke. Ez óriási különbség, hogy egy a szakmailag jól értékelt pályázati körről mondom azt, hogy támogatom, vagy pedig tök vakon. A cím alapján, az, hogy éppen melyik településről adták be a pályázatot. A bizottsági tagok úgy döntöttek a pályázatokról, hogy az azokhoz tartozó szakmai értékeléseket nem láthatták. Az ülésen 402 topos pályázat sorsáról döntöttek. A 32 milliárd forintos keretre összesen 68 milliárdnyi igény érkezett. Ebből a szempontból a legnagyobb differencia a turizmusfejlesztés témájában volt, ahol 3,3 milliárdos keretre több mint 11 milliárd igény érkezett. A bizottság határozata egy ajánlásról szól, a végső döntést majd kormányszinten hozzák meg a területfejlesztési pályázatok ügyében.